emlékhelyek napjának tiszteletére, Istennek nevében, tűz! Sortűzzel nyitották meg szombaton az emlékhelyek napját a várban. Az egész napos program során a látogatók részt vehettek vezetett túrákon is, megismerkedhettek az intézmény állandó kiállításaival, így megtudhatták például, hogy nézett ki egy őrszoba, vagy milyen állapotban volt a varkocskapu a 16. század végén. A vár a külföldi vendégeket is vonzotta. I love the way that the site's been preserved authentically. Tetszik, hogy korhű módon őrizték meg, és nem csináltak belőle valamiféle csillogó-villogó modern múzeumot, ami becsaphatja a látogatókat. Pont olyan, mint amilyen volt, és még kizugokat is találtam, ahol olyan növények nyomait látni, amik ott nőnek, ahol az ágyuk helyei voltak, és így látni, hogy mit tesz 500 év. Mondta Tom Hatt. To where the cannonades used to be, and so you kind of see, you know, what 500 years will do. Az egri vitézlő oskola jóvoltából a látogatók megismerhették például a 16. századi öltözetet és fegyvereket, melyek közül többet közelebbről is szemügyre vehettek. Ezek rideg fegyverek, hogy nem sorozatosan lőnek, hanem csak egyesével, hát nehezebbek is, meg ebbe a korba kardok voltak. Az oskola a fegyverek mellett a korban ismert és használt gyógynövényeket is, az abból készült orvosságokat is bemutatta. Emellett olyan ételeket is készítettek, melyeket a várvédők a rendelkezésre álló hozzávalókból tábori körülmények mellett is süthettek. Ilyen például a lepénykenyér, amit egy teknőben gyúrtak, majd szabad tűzön sütöttek. Az egyesület alelnöke szerint fontos, hogy kizárólag korhű technikákat és eszközöket mutassanak be. Egy rosszat lát, akkor neki ez berögződik, hiszen ő egy egyszerű ember, aki ugye elmegy és ezt tanulja, úgymond ezt tanítanunk kellene nekünk, és ez később, hogy találkozik egy korabeli valóban megfelelőzetet hordó ismérletővel, őt azt le fogja oltani, hogy hát maga nem is abban van, én tudom, hogy kell kinéznie. Tehát ez egy nagyon fontos dolgunk, és erre kell szerintem minden hagyományőrnek vagy történelmi visszajátszónak nagyon odafigyelnie. A gyerekeknek is készült programokkal a vár. A kicsiknek egy hálón kellett észrevétlenül áthaladniuk, majd ilyen fajátékokon kellett egyensúlyozniuk, illetve célba is dobhattak. A nagyobbak pedig az íjászkodást is kipróbálhatták. Az idei volt a 9. alkalom, hogy megrendezték az országos programot. A Dobó István Vár Múzeum szakmai igazgatója úgy fogalmazott, hazánkban 21 emlékhely büszkélkedhet azzal, hogy a nemzeti emlékezet kiemelt helyszíne, ide tartozik az egri vár is. Amikor egy társadalom szeret visszaemlékezni, és fontosnak tartja, hogy visszaemlékezzen olyan mérföldkövekre, amik meghatározzák a nemzet életét, akkor az egri vár egy olyan momentum, amit nem lehet megkerülni. Mindannyiunknak a kollektív nemzettudatában benne van az az 1552-es ostrom, ami azt gondolom, hogy büszkeséggel tölt el mindenkit, és egy olyan alapkő, amire lehet építkezni a jövőbe mutatóan. Novák Némlakár Zsófiától megtudtuk, az intézmény idén még számos programot és látnivalót kínál a látogatók számára. Hamarosan egy új állandó kiállítással készülnek, melyet hamarosan lelepleznek a közönség előtt.